Köszöntöm a Lícam Televízió kedves nézőit Esztánházi Sport című magazin műsorunkban. Idén utolsó előtti alkalommal, hiszen a 2021-es esztendő vége felé közeledünk, és hát nagyjából itt a 2021-2022-es tanév szolgalmi időszakának is a végéhez érünk, ezért az utolsó előtti beszélgető műsorunkat láthatják itt sporttematikában a Lidszom Televízióban. Természetesen majd 2022-ben újra jövünk, viszont az már csak a következő év műsorában. Ma viszont még női kézilabdával foglalkozunk, az Eszterházi RC másodosztályú női együttesével, hiszen a lányok számára is még két bajnoki mérkőzés maradt hátra a 2021-es esztendőből. Köszöntöm is a stúdiónkban a csapat két kiváló játékosát, Nagy Évát és Nyurman Grétát. Sziasztok lányok, köszönöm, hogy eljöttetek. Hello, <laughs> Igen, kicsit kiengedünk, aztán beszélgetünk. Na no, hát tényleg az őszezon ős végéhez érünk, sőt a nyáron megváltozott bajnoki lebonyolítás kapcsán, hát nem is tudom, hogy most az őszezonról ős már múlt időben beszélhetünk el, hiszen ugye az alapszakasz fele az már ugye elment, viszont lesz majd rájátszás, és ennek köszönhetően közelebb, hamarabb indul majd a 2022-es év is, de még ne is arról beszéljünk, hanem arról, hogy eddig két vereségetek van a szezonban, a többi az mind győzelem. Ott tartunk, ahol kell? Elégedettek vagytok az eddigi produkcióval? Hát valamilyen téren nyilván elégedettek vagyunk. Ez a két vereség mondhatni elfogadható, de az egyik az nagyon fájó. Ez ugye az orosháza elleni. Viszont ahol tartunk, Hát remélem ennél csak jobbak lesznek majd a tavaszi eredmények, idézőjelben. Így a hétvégére is gondolok ezáltal. Ott mindenképpen nyerni akarunk majd. Gréti, nyilván egy mezőjátékos mindig máshogy látja a dolgokat, mint a kapus, de meg. azt gondolom, hogy ebben a tekintetben nem lesz olyan változás. Te nem, hogyan ítéled meg? Teljesen egyetértek. részben vállalható, de tényleg ami nagyon fáj a csapatnak, ami nem volt beszámítható, az az orosházi vereség de azt mindenképp igyekszünk kiavítani a tavaszi szezonban, és ugye most lesz a visszavágó hétvégén, szóval szerintem kiavítjuk, és akkor megyünk tovább. Tudjuk le gyorsan a rosszakat, a két vereségről beszélünk, hiszen ugye itt most már mind a ketten szóba hoztátok az orosház elleni idegenbeli vereséget, ami a bajnokság harmadik fordulójában esett meg veletek utólag nézve ennyi héttel, ennyi fordulóval a verességet követően. Mi volt ott a probléma? Mert tényleg egy jól sikerült felkészülésből mehettetek bele a bajnokság elejébe, ahol két jó meccsel sikerült elstartolni, és aztán tényleg derültékből villáncsapásként jött az orosházi vereség. Mi volt ott a baj? Hát szerintem ezt így nehéz megmondani, hogy mi volt a baj. Lehet tényleg az, hogy ha ugye még nem szoktunk össze, lehet ilyen dolgokat mondani, de voltak épp én nem tudom, hogy őszinte legyek. Pont ma néztem vissza azt a meccset, és hát az első félidő az, az nagyon jó volt, már mint a mi részünkről a védekezés, támadásba is összejöttek azért a dolgok. A második félidőben időben meg, mint egy teljesen más csapat jött volna ki. Nem tudom az okait, én legalábbis, jó, hát most az magam részéről Nekem az, nagyon, az, egyik nagyon rossz meccsem volt. A félidőtől időtől, nem? Az első igen. Fél meg te is jól játszottál. Hát fogjuk rá, igen. Lehetett volna jobb is nyilván, de a másik fél idő az én részemről katasztrofális. Gréti, te hogy emlékszel vissza arra a találkozóra? én személy szerint nem néztem még vissza a meccset, de talán oda tudom lenni, hogy rengeteg zicsert hagytunk ki azon a mérkőzésen és ott már az első fél időben elismertünk volna több góllal, de aztán, mint mintha a második fél időben így teljesen szétestünk volna a fejben, amire felkészültünk, azt nem tudtuk megvalósítani, talán ide tudom tenni, de mm, egyelőre még nem tudjuk. Érdekes, hogy ezt mondod, hogy nagyon sok zicsert hagytatok ki, mert én, én ahogy visszaemlékezve az őszi meccsekre, talán ez a találkozó volt az, amikor az először volt probléma, hogy nagyon sok helyzetet, nagyon sok zicsert kihagy a csapat. Onnantól viszont, hát ha nem is minden találkozón, de rendszeresen megjelent, még hogy nyilván egy összes meccseken is, és Zsadányi Sándor vezetőedzőtök ezt el is mondta a mérkőzések után értékelések kapcsán, hogy oké-oké okay, okay, nyertünk, de hát ennyi zicsert nem lehet kihagyni. Mi okozhatta ezt az őszi szezonban, hogy talán ez volt a legnagyobb nehézség, rengeteg esetben tényleg nagyon-nagyon sok zicser maradt ki? De ugye ez már csak volt a probléma, amit tényleg, hogy nagyon sok zicsert hagyunk ki. És mint így játékos, nem tudom, amúgy talán, hogy elfáradunk, vagy nem tudom, fejben nem koncentrálunk annyira a befejezésekre. Ugye itt az is oka lehet, hogy amúgy kevesen vagyunk, szóval, hogy sokszor sok sérült van, is, hogy amikor már eljutsz egy kapura lövésig, már elfáradunk fejben. Hát ezt mindenképp amúgy ki kell javítani a tavaszi szezonra. Igen, ez azért érdekes, mert laikus vagy, aki mondjuk a szurkolótoként nézi a mérkőzéseket, és azt látja, hogy nagyon sokszor megcsináljátok a figurát, ott van az itszer, és gyakorlatilag a neheze már megvan, csak be kéne juttatni a labdát a kapuba, de nagyon sokszor ez nem így van. Mit tudtatok csinálni ezzel a itt szezon közben, amikor tényleg már a vezetőedzőtök is felhívta erre a figyelmet, hogy sokkal nagyobb koncentrációra van szükség, edzéseken többet gyakoroltatok az ígyszereket, az indításos szituációkat, most akkor Évi, te is válaszolhatsz, mert ugye az tőled indul többek között, amikor te vagy a kapus. Szóval mivel lehet ezt menet közben így, amikor sorra jönnek a mérkőzések javítani? Hát az én véleményem szerint ezek az ígyszerek, ezek uh, tényleg a koncentrációtól is függnek, de gyakoroljuk hétköznap. Uh, ugye keddenként általában mindig ilyen edzésünk van, nem tudom, én ehhez nagyon nem tudok mit hozzáfűzni. Úgy gyakoroljuk rendszeresen az, hogy miért marad ki, azt én nem tudom megválaszolni. Érdekes egyébként, ha már itt a kapus szemszögből beszélsz erről, mert érdekelne, hogy te hogyan éled meg mondjuk így a gyakorlást az edzéseken hétközben, amikor mondjuk ilyen futós játék van, egy az egyben viszik rád, és mondjuk ötből hármat lő, belédlőnek, akkor te ünnepelsz, hogy fúdió megfogtam ötből három zicsert, vagy idő után le, leszítod a csapattársakat, most már tényleg figyeljetek oda, hiszen ezek a legkönnyebb játékszituáció gyakorlatilag. Hát fele-fele igazából, hogy örülök is, mert ugye ez nekem is jó, hogyha megfogom, legalább gyakorlok. Meg hát azért nyilván szólok, hogy mikor már a negyediket is ugyanoda lövi valaki, vagy ugyanúgy megejteget, meg szórakozgat, akkor azért oda-oda szólok, hogy figyelj már oda, vagy valami akármi, valahogyan. Ennek ellenére egyébként a bajnokságban elég sok gólt lőtt a csapat, ott vagyunk abszolút ebben is az élmezőnyben, szóval a támadó játékra azért nem igen lehet panasz. Mi volt még esetleg az őszi szezonban olyan nehézség, amit úgy gondoltok, hogy előjött a mérkőzések kapcsán, esetleg visszatérő jelleggel? Hát én talán védekezés mondanám. Azt hiszem a kapustelésítményt mondod. <laughs> nem. <gül> <gül> nem kóstolgatod a csapatásod. Nem, hát amúgy az elején így a védekezésünk nem annyira akart összeállni. Még így a mai napig küzdködünk vele szerintem, hogy megtaláljuk azt, ami a legjobb. Ugye volt a Békés Csaba meccset, például a nyitott védekezésünk nagyon jól működött, de vannak, amikor hatosval, a hatos problémáink vannak. Most itt voltak olyan dolgok is, hogy itt arra gondolok, hogy például kiesett egy-egy játékosunk, és akkor helyettesíteni kellett, és akkor megint felborult a felállás. De nyilván mindig próbáljuk a legjobbat kihozni belőle. Ennek ellenére a, a mezőnynek a második legjobb védelmével rendelkeztek, hiszen most nézem a tabella, kicsit puskázok, a Békés Csaba 212 gólt kapott, 247-et, és utána azt hiszem az Orosház olyan 294 mindenki más 300-nál több gólt kapott. Azért a számok soha nem hazudnak, tehát kintről úgy néz ki, hogy rendben van ez a védekezés, de akkor ezek szerint így belülről érezhető info az számotokra, inkább, hogy ebben azért kicsit előrébb kéne még lépni? Hát lehetne, én azt gondolom, hogy valamikor nagyon jól megérezzük, hogy melyik az a felállás, ami éppen arra az, ellen, az ellenfél ellen működne, valamikor meg hiába gyakoroljuk akármelyik felállást, egyszerűen nem jön össze. És én, mint ugye kapus, nekem valamikor nagyon-nagyon nehéz úgy a, például a nyitotthoz alkalmazkodni, mert ott ugye kevesebb a kintről jövő lövés, több az ígyszer. És valamikor ugye az meg aztán nagyon-nagyon fárasztó tud lenni ez a fajta védekezés, és ö, valamikor ugye a hatos falunk is iszonyat fárasztó, nem tudom. Ez nagyon-nagyon változó, ez, a, ez hogy melyik az a, az a felállás védekezésben, ami jó nekünk azon a napon. Hogyha még itt nehézségekről beszélünk az ősz szezon kapcsán, akkor mindenképp meg kell említeni azt a, hát most már tényleg extrém sérülés hullám volt, ami a csapatra. Most már azt kell mondani, hogy évek óta jellemző, hiszen ugye tavasz óta megint egy csomó sérültünk van, és most nyáron megint gyarapodott a maródiak listája, és ősszel ismét volt ki a kieső játékosok. Többek között, ugye Gréti, te is amikor, amikor, hogy egy hónapig nem tudtál játszani. Mm, Veled de. mi történt? Hát ugye, mivel vissza kell játszani az ifjúsági csapathoz, az egyik meccsen elvitték az ujjamat, és hát itt elszakadt részlegesen az inhibej szallagom. Nem volt kellemes, amúgy, de. Pedig az itt. De hát igen, amúgy elég sok sérüléssel bajlódunk, de szerintem amúgy így, amikor egyre kevesebben vagyunk, és sokkal jobban összefog a csapat. Na jó, csak hát ez mondjuk a meccs, de, igen. de ez egy nap a héten, de a többi napon meg együtt kell edzeni, és amikor nem vagytok meg létszámban, amikor esetleg ifjúsági csapatból kell felhozni valakit azért, csak azért, hogy meglegyen a két sor, akkor gondolom, hogy azért az a napi munkát abszolút nehezíti. Nem tudom, hogy ilyen szempontból ez mennyire jelent nehézséget, hogy 21 fős elméletileg a felnőtt keret, és aztán a legutolsó meccsünkben 14 játékos volt beírva a jegyzőkönyvbe. Hát nyilván ezek nem kellemes dolgok. Hát igen, sajnos nem azok, de hát most olyan sérülések például, ami Grétikéje is volt, azt nem tudjuk beleszámolni a dolgokba, hogy akkor hogyan, meg miként fog történni, vagy így felkészülni. A hétköznapokban, ugye az edzéseken, mikor készülünk egy-egy mérkőzésre, nagyon-nagyon nehéz, mikor vagyunk körülbelül kilencen, abból kettő kapus. Az úgy nagyon-nagyon nehéz úgy készülni. De eddig lekapogom, megoldottuk amikor így ennyire kevesen voltunk. Oké, okay, hát tényleg ezek a nehézségei a, a, a szezonnak, viszont szerencsénkre azért nagyon sok pozitív tudunk beszélni, például arról, hogy abszolút versenyben vagytok a kitűzött célek, célok irányában, hiszen ugye nyáron, ha nem is hivatalos célkitűzésként lett megjelölve, de azért mindenképp úgy gondolkoztatok, hogy szeretnétek a tavaly megszerzett ezüstérmet idén is megszerezni. Ugye más a lebonyolítás, hiszen az alapszakaszban 10 csapat lett, keleten és nyugaton is, és ugye az elsőt majd a felsőházi rájátszásban, az, alsót, az utolsót úgymond meg az alsóházi rájátszásban szerepel, hiszen a tavalyi Jezus téremmel idén sikerülne feljutni az MB1-be. És hát ha ezt nézzük, jelen pillanatban a keleten második helyen álltok, lehet már azért nagyon nézegetni a nyugati eredményeket, hiszen előbb-utóbb ugye itt majd összeolvad a nyugati és keleti elsőt helyezett. Hát azt látjuk, hogy nyugaton és keleten is eddig van egy-egy százszerzalékos -egy csapat. Hát így nézve ezért annyira nem a legszebb, a, nem, leg, nem a legjobb a kép, viszont a Békés Csabával játszunk még itthon, a Nekával, aki ugye nyugaton hibátlan, velük még oda-vissza fogunk játszani. Szóval nagyjából a kitűzött célok irányában most hol állunk? Nyilván ez nem titok, hogy azért mindenki nézi a, na, a nyugati csoport eredményeit. Jobb így... lenne már hogy nek a vereség is, nem? <gül> az <gül> nem. jobban mutatna. <gül> <de>. <gül> igen, jobban mutatna, de nyilván nézegetjük. Bármi pankótai lucca nem biztos, hogy így gondol. <gül> 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 nem, nem, azért csak onnan jött régen, és hát nagyon szereti őket, de viccet <laughs> félretéve. De igen, hát nyilván lehet erőre nézegetni, de én úgy gondolom, hogy mindig az adott meccseket kell nézni, hogy az adott meccseket meg kell ugye nyernünk. Szóval eddig ez a fontos, de nyilván tekintünk előre, és reméljük, hogy jól fog alakulni. Igen, és hát amikor elmondtátok az orosházi vereség kapcsán, hogy az emberben bekalkulált vereség volt, hát nyilván egy vereséget soha nem kalkulál be az ember, de mondjuk a Békés Csabai rangodon ott, ott benne volt a pakliban, hogy esetleg nem mi nyerünk. Annak azért is van komoly súlya, hiszen ha az orosháza is az első ötben végez, már pedig jelenleg harmadik a bajnokságban, akkor azt az eredményt visszük magunkkal a rájátszásba, ami, már egybe, egybe mínusz kettő, nyilván nem pontot vontak le tőlünk, de hát azért nem kapunk két pontot. Ezért is nagyon fontos, úgymond egy négy pontos rangadó, a most szombati orosház elleni hazai találkozó, mert hát itt most már nem engedhetünk meg nem csak más ellenféle szemben pontvesztés, de hát az orosz a szemben meg pláne nem. Hát, hogyha a céljainkat el akarjuk érni, akkor ez a hétvégi rangadó, ez, ez nem, hogy négy pontos, ez majdnem csak hat pontos, mivel annyira számít a jövőben, és mindenképpen oda kell tennünk magunkat. És én titkon jó, ez merész kijelentés, de meg lehet, hogy gonosz kijelentés is, de azért bízom, hogy valahogy így az orosz háza lecsúszik oda az alsó házba. Bár nem hinném, de azért bízom benne, és akkor talán nem lesz akkor a súlya annak a vereségnek. Nyilván ez egy olyan dolog, ami nem rajtunk múlik. Egy szempontból igen, hát most szombaton meg kell őket keményen verni és igen. akkor nincs két pontjuk. De hogyha tényleg az eddigi őszézon tovább boncolgatjuk, akkor csupa csupa győzelem, hiszen 8 győzelem és két vereség az eddigi mérlegetek. Ebből a 8 győzelemből volt olyan, ami azért hajszálon múlott. Nyilván a Fradi U19 ellen ilyen volt. E, azt hogy éltétek meg, és tényleg ezen kívül volt-e még olyan, ami, ami igazán szoros, kiélezett meccs volt, és hát hajszállal tudtunk csak nyerni. Hát a Fradi az azért nagyon-nagyon nehéz volt. Ott a szív győzött, meg az akarat. Még és... a Fradi szívet legyőzni nem olyan egyszerű, nem most sikerült. sikerült. Te már csak tudod. <laughs> <időt>. Igen, <laughs> igen. Hát melyik volt a másik? A másik hát egy gólos, ez volt számomra Igen, csak, igen is. ez volt, ugye? Akkor jól emlékszem. Hát ez nagyon-nagyon nehéz volt. Ott tényleg mindenki kirakta a szívét, lelkét. Ah, csúsztunk, másztunk már a végén, de hála az égnek sikerült még talán a kispesti meccsetek sorolható ide, ami végvezetett a csapat ugyan, és a vége azt hiszem, hogy öt gólos győzelem lett, de lehet csak három, már nem emlékszem, viszont nem volt nagy különbség soha a találkozón. És ez volt talán a veszély ennek a meccsnek, hogy nem lehetett kihagyni egy picit sem, mert hogyha ott kiegyéltett volna kevés hátrányból úgymond a házigazda, akkor lehetett volna kellemetlen meglepetés. Emlékszem, akkor még sérült volt Grétika, egymás mellett néztük a meccset. Mi volt szerinted Évi? Ugyanis a tavalyi kispest, aki bronzérmes volt, nem egy esetben a bajunkat te még erre nem emlékezhetsz, viszont Kecskemét játékosként a ti problém, ti bajatokat is megnehezített a, a Kispest, viszont hát tényleg ez a Kispest idén abszolút nem az, mint a tavalyi együttes volt, és hát idén 8. a tízben, három győzelmük van hétvereség mellett, ennek ellenére nagyon-nagyon nehéz volt ott nyerni. Én egy percig nem aggódtam, ezen a meccsen amúgy így a... Mi el voltunk. Amúgy Játom. tényleg nem, mert én annyira magabiztosnak éreztem ott a csapatot, hogy annyira egyben vagyunk, meg így fejben is mindenki ilyen koncentrált tudja, mikor, mit, hova, merre kell csinálnia. Talán ez volt a leg uh, ilyen kiegyenlítettebb meccsünk ilyen téren, és uh, én egy percig nem izgultam, mert mikor jött volna fel egy kicsit az ellenfél, akkor valaki védekezésben csinált egy jót, vagy Betty kevédett egy hatalmasat, vagy, vagy, valami mindig olyan pozitívum történt a mi részünkről, hogy esélyük nem volt, hogy feljöjjenek. Én, én ezt én egy percig, tényleg nem, nem izgultam. Hát igen, ezért is mondják, hogy teljesen máshogy éli meg az ember belülről, meg kívülről. Hát azért mi kint gyötrődtünk, mert tényleg a, azt, azt, azt hiszem, hogy a három gólos előnyről nem sikerült nagyobb differenciát kiarcolni, csak valamikor az utolsó 10 percen belül. Azért a három gól az kézilabdán pláne az utolsó 10 percen kívül, az még elég szoros eredmény. De hát szerencsére az a meccs is be lett húzva, és hát legutóbb a csepel, a sereghajtó csepel elleni mérkőzésen is két pontot gyűjtöttetek. Bár mondjuk azt a mérkőzést nem gondolom, hogy ki lehet rakni a kirekadva. Hát De hát nyilván egy tök utolsó, egy ponttal rendelkező újonc csepel, akit már idén 13 gólal egyszer megvertünk a saját otthonában, Hát gondolom, pláne itt a szezon legvégén nagyon nehéz egy ilyen találkozóra felpörögni. Ez volt a baj? Vagy ez volt az a tipikus esete ennek a találkozónak? Hát így belülről amúgy tényleg nem, nem tudtunk volna felpörögni. Hát kívülről is olyan <laughs> volt most? Hát hogy így nem futottunk eleget, megint volt kimaradt zicsereink, egyszerűen védekezésünk se volt olyan, mint az előző meccsen. Szóval hogy így annyira nem állt össze a dolog. Ott aggódtatok belül egyébként? Csak Ott nagyon. Na, akkor megfordult, mert én meg érdekes, hogy a csepelelni mérkőzésen kívül, hiába, hogy a félidőben három góllal vezetett a vendégcsapat, de én meg ott nem idegeskedtem. Megmondtam, hogy hát jó, a második fél kijöttök, gondolom, hogy és adány annyi a fél minden vakulatot lever a falról, olyan, olyan, olyan beszédet kaptok, ami így is történt egyébként, és aztán úgy is majd kijön a két csapat közti különbség, csak hát tényleg egy, egy azért van ennek az ilyen találkozónak is. Szerintem amúgy az nem lebecsővel csepet, mert amúgy nagyon jó kis csapat, de az ilyen találkozók a legnehezebbek, mert ö, so, szerintem soha nem tudhatjuk, hogy például egy utolsó helyzet csapattól éppen mit kapunk. Mert lehet, hogy kaphattuk volna azt is, hogy, hogy így ah, jó van, legyünk túl rajta, vagy kaphattuk ezt, hogy mindenüket kitették a pályára, és mindent megtettek azért, hogy pontot szerezzenek tőlünk. Szóval ez nagyon-nagyon kiszámíthatatlan az ilyen csapatok elleni játék, és ez, ez az első fél időben szerintem az, hogy hogy nem is tudtunk felpörögni, meg az, hogy szerintem meg is lepődtünk, hogy hú, most akkor mi van? Hogy ennyire így, így azért jött, nem kellett, vagyis hát így nem, nem az, hogy nem kellett, hanem azért meglepődt, nem meglepődtünk szerintem, hogy hú, ha ezek jönnek, ezek nem hagyják magukat, és így szerintem ezért is volt ez a három gólos előnyük a fél időbe. A második fél időben ott az eleje szerintem nagyon nehéz volt, hogy visszahozzuk, bár pikpak meg lett, hála az égnek, és utána már azért lehetett, lehetett így kicsit megnyugodni, hogy akkor ez megvan. Akárhogy is ez a meccs is behúzva, és hát így érkeztünk el az utolsó de, hazai bajnokihoz, az Orosháza ellenihez, amiről már ugye beszéltünk, illetve még jövő hét szombaton várátok egy utolsó idegenbeli fellépés ebben az esztendőben, hagydunálásra utaztok, ami hát mondhatni presztízs meccs javából, évek óta nagy csatákat játszunk a hajdunálással, viszont szerencsére mindig mi nyerünk, szóval a, az emlékek kedvezőek. Ez egy elhalasztott mérkőzés lesz majd, ami egyébként mögöttünk, hogy ott hétvégén lett volna eredetileg lejátszva, viszont a házigazda klub kérésére későbbi időpontban játsszák le a csapatok. Tehát Hajdúnánáson léptek itt idén utoljára pályára. Én tegnap ott voltam az edzésedeken, és egy megbeszéléssel startolt, és szerintem ennyi kulisszatitkot el lehet mondani, hogy Zsadányi Sándor azt mondta, hogy eddig nagyon jó, múlt héten kidolgoztátok a beleteket, bocsánat, hogy így fogalmazom, csak ismétlem a vezetőedzőt, mert tényleg olyan kemény edzések voltak. Viszont most a szezon eddigi két legfontosabb mérkőzése jön, hiszen ahhoz, hogy a célokat ott tartsuk magunk előtt, ezt a kettő meccset nyerni kell, mi várható ilyen szempontból hajdunáláson. Úgy, hogy az a hajdunálás nem olyan régen 5 góllal nyert orosházán. Ó, hát én nagyon kemény meccsre számítok, főleg ott. Itt is az elején azért kemény volt, Egyelőre még én nem tudok ehhez nagyon mit hozzáfűzni, csak ennyit, hogy kemény meccs lesz, meg bízom a két pontban. Egyelőre az én agyam az nagyon az orosháza körül forog most jelen pillanatban. Ez a jó hozzáállás, de hát ez egy beszélgetés műsor, nyilván erre is ki kell térni. Grétika? Hát nyilván hajdanálással mindig jó meccseket játszottunk eddig, amióta itt vagyok. De nyilván nem lesz egyszerű, de most tényleg ez a hét arról szól, hogy az orosz meccsre felkészüljünk és behúzzuk a két pontot. Na jó, hát akkor tényleg ennyit a nálásról, és beszéljünk többet. Van egy bajnokságállásunk itt a dián, amit meg lehet nézni, hogyan állunk jelen pillanatban. Hogy az elmúlt hétvégén nem játszottak a lányok az elhalasztott hagyonálási mérkőzés miatt, viszont volt több eredmény is. Itt most látjuk, hogy milyen következményekkel a békés továbbra is hibátlan a második helyen az Eszterházi SC és az Orosháza az otthoni uh, Algyő elleni 13 gólos győzelmével ismét a harmadik helyen áll. Uh, az Algyő 14 pontos akár csak a harmadik Orosháza. Mindjárt folytatjuk a lányokkal a beszélgetést, hiszen van még egy téma, amit mindenképpen meg kell említenünk az ősz vonatkozásában, viszont rohamosan fogy a műsoridőnk, és hát az elmúlt hét héttel kapcsolatosan több egyetemi sportcsapatunk eredményeivel is kell még foglalkoznunk. Elsőként a férfi röplabdásainkat nézzük, hiszen az MB2 C csoportjának 8. fordulóját rendezték. Az Eszterházi SC felnőtt csapata egy fontos rangadón szerepelt hazai környezetben. Az ellenféle vegyész RC Kazincz volt, a forduló előtt második helyen álló Kazincz A tét tehát azt jelentette, hogy visszavegyük a második pozíciót a tabellán, és amit láthatjuk az eredményt, 3-0 arányban nyertek Mákos Attila játékos edző tanítványai. Így egy fontos rangadót húztak be a fiúk. Látjuk a bajnokság állását, a szolnok továbbra is százszázalékos, még szettet sem veszítettek a Tisza partiak, a miénk pedig egy meccsel kevesebbet játszva, de hat ponttal kevesebben rendelkezünk, mint a szolnoki csapat, viszont második helyen, harmadik a Kazinc Barcika. A klub 21 es csapata, amely szintén ebben a bajnokságban szerepel, hat meccs alatt, hat vereséget könyveltett eddig el, még nincsen pontja tehát ennek a fiatal társaságnak. Lapozzunk, férfi vízilabda, az OB1B 9. fordulóját rendezték az előző szombaton, és az a SC csapata a hazai környezetet jelentő Bicskei Aladáruszodában ugrott medencébe. Szokatlan időpontban este 3-8-kor rendezték ezt a mérkőzést, meg volt az oka is ennek, és hát akik majd velünk maradnak itt a magazinműsor után a találkozó felvételén közvetítésén ezt is megtudhatják. A lényeg, hogy az ellenfél Fehérvárvés ellen ugyanúgy 5 gólos győzelmet arattak Tóth Péter tanítványai, mint egy héttel korábban az Íbül Water otthonában, szóval továbbra is remek formában a férfi pólósaink, és hát a többi eredményt, amit itt látom, láthattunk, vonatkozásában az is nyilvánvalóvá vált most, hogy a negyedik helyet továbbra is nagyon-nagyon szépen tartja a társaság, sőt, most már az ötödik íbül leszemben 6 pont az előnyünk, és hát ha ezt nézzük, akkor a második helyezett Kanizsa ellen, vagy azzal szemben csak három pont a lemaradásunk, tehát tényleg nagyon-nagyon jól szerepelnek eddig a fiúk. Végezetül, hogy egy kis rossz hírra is zárjuk a sort férfi kosárlabdásaink, az MB2 keleti csoportjában hetedik fordulóban szenvedtek vereséget. A második helyezett még hibátlan Békés Csabai KK ellenében, itt látjuk a többi eredményt is, illetve a bajnokság állását. A tizedik helyen az Eszterházi SC, 12 csapatos keleti csoportból. Hát bízunk benne, hogy most már előbb-utóbb jönnek tényleg a győzelmek. És akkor visszatérve a lányokhoz, akik nagyon-nagyon jókat mosolyogtak azon, hogy a papírjaimat milyen szépen dobálom magam mellé. Hát így szoktuk. <laughs> így szoktuk. Szóval, hát lányok, még egy dologról nem beszéltünk az ősz vonatkozásában, az pedig egy kiváló magyar kupa szereplés, hiszen ugye két fronton szerepel, és még érdekelt mindig az Eszterházias színű kézilabda csapata, ahol most már a negyedik fordulóban jártok. Az első körben egy mb 2 csapatot sikerült, két várra fektetni, ráadásul ott a klub ifjúsági csapata szerepelt, meg te is, Kréti? Meg ugye te is, de te, hogy Éfiben is játszol. Utána a második körben a tempókás ellen nyertetek itthon, a harmadik körben pedig a DK Akadémia ellen Vácon sikerült továbbjutni. Jön a negyedik forduló, január 26-án, és jön az MBA egy egyik legerősebb csapata a Debrecen milyen eddig ez a kupa szereplés, ami hát kicsit olyan kötelező is, nem is teljesen prioritás, de azért mégiscsak sikerült idén is egy első osztályú csapatot elcsábítanatok egerbe. Ja, jó. Akkor a kérdés az, hogy milyen az idei kupa szereplés? Csak ugye utána még volt egy mondatom. Hát ugye ez elég könnyebb meccsel indult, szerintem a tempót is simán vettük, és utána jött ugye a Dunakanyar Akadémia. Hát ami kívülről nézve nem volt a legjobb meccsünk szerintem, de azt... Nagyon nem. Ak akkor is kint ültem, Igen, mi? együtt néztük. Többet ne üljünk egy <laughs> mert azok <laughs> nem jól sikerülnek. De szerintem azt a meccset felejtsük is el, továbbítottunk. És hát szerintem így mindenki nevén beszéltünk, hogy szerintem mindenkinek így jó érzés, hogy egy NB1-es csapattal fogunk játszani. Nyilván kaphatunk volna könnyebb ellenfelet is, de szerintem minden meg fogunk tenni, hogy egy szoros meccset játszunk. Hát igen, az Magyar Kupa első három sorsolásában kedvező sorsolásunk volt, vagy fordulójában kedvező sorsolásunk volt. A negyedik kör meg a lehető legnehezebb ellenfelet kaptuk, mert itt ugye a, a Győr Fradi kettősön kívül már minden NBA egyes csapat érdekelt. Nyilván a realitások talaján maradva itt a tisztes helytállásnak kell majd célkitűzésnek lenni, viszont január végén hazai környezetben valószínűleg egy jó hangulatú, sok nézős meccsen léphetek pályára. De, és hát emlékszem, Évike, mi beszélgetünk a szezonban, pont itt Magyar Kupa sorslásnál, és kérdeztelek, hogy te mit vársz, és mondtad, hogy hát téged annyira nem fűt, hogy egy nb 1 es csapat jön, mert játszottál már ilyenek ellen, de azért gondolom, hogy mikor ott tartunk, meg lesz majd a feeling-e benned is, nem? Persze, nyilván minden meccsre ugyanúgy felpörgök. Hát ez szerintem, ez a Debrecen elleni derbi, ez egy jó erőfelmérő lesz, hogy egy nb 1 es csapathoz képest, aki azért ott van az egy, 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 bőven, az a Debrecen, azt hiszem, hogy harmadikak talán. Ö, azért jó egy ilyen nehéz csapattal játszani, mert legalább tudjuk, hogy hol tartunk. Nyilván nem szeretném azt, hogy ilyen 15 góllal kikapjunk, jó lenne azért minél kevesebb góllal kikapni, ha kikapunk, persze, mert azért ezt is. Ugye ne Így nem szabad sosem elengedni és ö, szerintem ez egy nagyon jó erőfelmérő lesz leginkább nekünk, hogy hol tartunk egy nb 1 csapathoz képest, hogy miben kell még fejlődnünk, miben kell fizikálisan, akár taktikailag, mentálisan, ez mindenben ilyen téren nagyon jó lesz. Viszont szerintem nagyon fárasztó is lesz, de majd még ez odébb van kritiket, mint fiatal játékos, és most ezzel nem beszólni akartak. De ugye, mint aki még ifjúsági csapatban is szereplő játékos, számodra ez milyen találkozó lesz? Gondolok itt arra, hogy ugye te tavaly nyáron érkeztél ide hozzánk az MTK-ból, ahol, ahol, nem volt MB 1 es felnőtt meccsed, ugye? Szóval, ha úgy nézzük, akkor ez lett, ez lett pályafutásod első olyan tét meccse, amikor MB 1 es csapat ellen léphetsz pályára, már pedig az elmúlt hetek szereplése alapján vélhetően ismét pályára fogsz lépni. Milyen, milyen érzés lesz majd így egy komoly nb csapat ellen játszani? Ezt reméljük, hogy így lesz. Hát amúgy biztos, amikor eljön a mestap, ilyen fura érzések lesznek bennem, biztos izgulni fogok, mert nyilván mindenkinek kiskorában ez egy álma, aki kézzel az, hogy egy nb csapat ellen játszon. Szerintem jó érzés lesz amúgy, ha pályára lépek. Nyilván várom is, de még előtte azért vannak céljaink, amiket meg kell csinálni. Igen, és mindig a minden egyes kérdésben erre jutunk vissza, hogy a következő feladatra, ami most szombaton az orosháza, és hát tényleg így kell hozzáállni, és ennek öröm, örülök, hogy ezt mondjátok, mert tényleg ezt mondja nektek az edzőtök is hétről hétre, napról napra, mindig csak az a következő feladat szombaton 18 óra az Orosháza ellen. Nagyon sok sikert kívánunk nektek ehhez a találkozóhoz, meg az összes többi az is, de először csak az Orosházához. Kedves nézőink, bízunk benne, hogy találkozunk a Lányka úton szombaton az év utolsó női kézilabda mérkőzésén. Egyébként itt most láthatnak még egy utolsó diát, amin a hét sporteseményei láthatóak férfi kosárlabdásaink pénteken a sereghajtó Békés Csaba B csapatához látogatnak, hát ezt a meccset most már tényleg nagyon jó lenne megnyerni. Szombaton Cegléden férfi vízilabdásaink és Miskolcon röplabdásaink, ott szintén egy rangadó Kővári Viktorékra, és hát egyetlen egy hazai mérkőzés ezen a hétvégén a női kéziseink koros találkozója. Most a műsorunk után egyből megtekinthető tehát az elmúlt hétvégi Eszterházi SC Fehérvár VSE másodosztályú férfi vízilabda bajnoki mérkőzés. Szerdán 18 órától pedig röplabda közvetítés a Kazic Barcika legyőzése lesz itt menül. Én köszönöm, hogy itt voltak velünk, lányok, nektek a részvételt. Köszönjük. Találkozunk Köszönjük. a mérkőzésen, reméljük, hogy önökkel is minden jót a viszontlátásra.